Ismét itt vagyunk a Sziasztok második részével. Jó estét kívánunk, és egy érdekes téma, még pedig egy különleges kerékpáros verseny. Ez lesz majd az első téma, amiről beszélgetünk vendégünkkel. Hát mondhatjuk azt, hogy ilyen még nem volt, ugye? Nyíregyházán. Hallottam, hogy volt már valami kezdeményezés, hasonló. Nem tudom, milyen sikere volt. Valószínűleg nem úgy sülhetett el a dolog, ahogy szerették volna a szervezők, mert nem volt következő, nem hallottunk róla. Hogy teljesen ilyen volt-e, azt sem tudjuk, mivel nem vettünk rajta részt. Ezt csak így a madarak csiripelték. Hogy... Minden esetre ötletnek jó volt, vagy motivációnak, hogy akkor megmutatni, hogy lehet jól is csinálni. Hát akkor mesélj erről a kerékpáros versenyről. Mikor, hol és egyáltalán miről szól majd? Ez az elliket, ez egy külön műfaj, és ezt Torontóban találták ki a 80-as években a bringás futárok. Ez egy teljesen underground, illegális verseny volt, az egymás tudásának összemérésére. A klasszikus szabályok azok úgy szóltak, hogy lelakatolták a bicikliket mondjuk 50 méterre maguktól. A szervező az bizonyos checkpointokat felsorolva egy papíron beszúrta küllők közé, és amikor elindították a stoppert, akkor az a 30-40-50 versenyző ráfutással megközelítette a bringát, kilakatolták, elővették a listájukat, és megpróbálták minél gyorsabban végrehajtani a feladatot, érinteni kellett ezeket a checkpointokat. Ez mindenki a saját tudása szerint osztotta be, hogy ő még kell kezdi, mi hanyadik, stb. Stb. Nyilván, aki leghamarabb ért vissza, az nyert. Nevezési díjas volt a verseny, és így aki első lett, az pénzdíjat kapott. Ezeknek a bringás futároknak ez egy külön kaszt gyakorlatilag. Nem nagy fizetésért dolgoznak, kitekerik az életüket, és ez egy ilyen fizetéskiegészítés volt annak, aki nyert, és ezt megrendezték mondjuk havonta. Ez nekik egy ilyen hobbi volt, akár minden hétvégén csináltak egy ilyen versenyt. Én ezt egy kicsit átalakítottam, megpróbáltam tömegsportosabbá tenni. Ami azt jelenti, hogy ez a Móriczkertből fog indulni, ott lesz a rajt és a cél is. Nem lesz ilyen tömeges rajt. Megkerestük a rendőrkapitány urat, elmondtuk neki, hogy mit szeretnénk, adott tanácsokat, és ennek megfelelően szervezzük ezt az egész dolgot. Gyakorlatilag délelőtt 10-től lehet nevezni és indulni, tehát ez folyamatos lesz egész nap. Ha valaki délig alszik, mert sokat bulizott szombat este, akkor fel kell délbe, 2-kor megjelenik, kitölti a nevezési lapját, vagy ha már előre kitöltötte otthon, akkor hozza magával, felkészül lélekbe a versenyre, megkapja a kis menetlevelét, amint fel lesznek sorolva a checkpointok. Annyi segítség lesz a klasszikushoz képest, hogy itt azért egy nyíregyháza térképet ki fogunk akasztani. Ott a checkpointok fel lesznek tüntetve bójával, tehát onnantól, hogy ő megkapta a menetlevelét a checkpoint listával, indul az időmérés. Tehát az, hogy ő összeradta... Itt is mindegy, hogy hová megyek először, ugye? Tök mindegy. Ezt én döntöm el. Ez a feladat része. És milyen területet kell bejárni a versenyt? Csak városi címek lesznek. Tehát egy ilyen... Nem Bucska, Telep, Rozsdrész, Nem, de egy ilyen 10-20 km közötti táv ki fog kerekedni, nyilván attól függően, hogy ki, hogy fűzi ilyen a címeket adalat magának. Nyilván itt nem biztos, hogy azt fog nyerni, aki a legerősebb, meg leggyorsabban teker fel a Tokaji hegyre. Ilyen digitális kütyüket lehet használni? Egyszerűen hát, útvonalat. Én fel sem akartam erre hívni a figyelmet, hogy ezt mellőzzük már azért, mert ez egy sport. Most ezt én mindenkire rábízom. Nyilván, ha csak az élsportot is nézzük, több szabálytalanságot is elkövetnek olimpián is, még itt-ott speciál dopingolnak, meg ilyenek, amit az sem lehet. Nem írtam le ilyet a versenyszabályzatba, sem azért, hogy erre fel se hívjam a figyelmet, de ez legyen már egy sport, meg egy önfejből megoldott feladat. Ne az legyen, hogy a GPS-be berakom a címeket, aztán majd lesz, ahogy lesz. Hát, ha valami szar GPS-hoz, lemerül az elem. Nagyon sokszor beleszaladtunk, hogy a GPS egy városközpont helyett kivitte egy kukoricásba, engem egy wellness centrum helyett a cigánytelepre, és akkor te mi mindig jobban jártál, mert kollégámat például nagyon szépen elnavigálta egy pontra, ott volt vele szemben gyakorlatilag 20 méterre, csak közben volt egy folyó. Tehát, hogy mondta, hogy oké, okay, itt az út régen kell. Így van. Újra tervezés vett fel. Azt az egy apróságot nem vette figyelembe. A másik, hogy itt azért a checkpointok közt azért lehet többféle útvonal. Tehát itt nem muszáj neked úgy menned, hogy te minden áron a fő útvonalon menjél.
Hát szerintem ezt az ember egyébként úgy be is lövi magának, hogy reggel... Tehát, hogyha biciklisekkel találkozunk, akik a járdán mennek, meg esetleg olyan helyeken, egy kicsit akkor lehet, hogy ők a verseny kockázatosabbak, igen, akkor lehet, hogy a verseny részei. Ez ugye szeptember 13-a, vasárnap. Említetted, hogy 10-kor van az első? Tehát 10-től lehet nevezni és indulni. Meddig körülbelül? A plakátra 17 órát tettünk, igazából mindenütt az van publikálva, valószínűleg már egy 13-a körül viszonylag hamarabb fog sötétedni. Nem akarom, hogy valaki itt elkószál, aztán neki ez a kis másfél órás bringatúra lesz 2-3, és akkor este 9-kor kerüljön elő a vaksötétbe, úgyhogy jó lenne, ha olyan, aki tényleg szeretne versenyezni, az 4 óráig előkerülne. Macska szemeket, prizmákat, mindenki. Persze, biztonságos biciklikkel jöjjenek. Ugyan csináltunk, oké, ez megy egy pár hete már a Facebookon erről a propaganda, irogatnak is nekünk, többféle kérdést tesznek föl. Gyakorlatilag írt egy fixis gyerek, azt tudni kell, hogy a fixis az, mint gyerekkorunkban az örökhajtós bringa, olyan. Gyakorlatilag fékkel nem rendelkezik, a fék a te lábad. És hogy akkor ő ne is jöjjön? Hát én visszaértem neki, figyelj, de csinálok nektek egy külön egy kasztot, azt versenyezetek egymás közt, amúgy nincs túl sok, de van néhány fix is a városban. A bringás futárok főleg ezt használták amúgy, meg ezt is használják. De mivel Nyíregyháza nem nagy város, nincs bringás futár cég, valószínűleg nem véletlenül nincs is rá szükség, így itt nincs ilyen kultúra. De azért van egy-két vadabb srác, akinek vannak ilyen bringái. És ahogy említetted, tulajdonképpen ennek az ős versenynek ugye volt motivációja, mégpedig anyagi. Ezt itt most hogy oldjátok? Oké, itt is lesz nevezési díj, 1000 forint. Azt hiszem ez egy olyan összeg, hogy bármilyen lakótelepről eljövő gyerek ennyi zseppénzt tud kapni, vagy lehet, hogy van a malac persejébe. Viszont az első 3 helyezettet abszolútban jutalmazom én, mint szervező, a befolyt összeg keretein belül nyilván erre el fogunk különíteni egy részt, tehát itt is lesz pénzdíj. Ezen kívül van rengeteg támogatónk, gyakorlatilag az összes városi bringabolt. Mindenki felajánlott 10 darab ajándékot, amiből közel 150 ajándék jön ki. Ez nem a helyezések alapján lesz szétosztva, hanem egy program majd a nevező X100 számból véletlenszerűen generál 150 rajtszámot, és ugye a rajtszám alapján fogja megkapni a nevező. Magyarul, mintha tombola lenne. Pontosan, csak nem húzigáljuk ki egy kalapból, hanem egy program fogja kidobálni azt a 150 számot, akié lesz ezek az ajándékok. Ebben minden lesz, a lakattól a világításig, szerviz, kupon, stb. Hát köszönjük szépen. Így van, én abban bízom, hogy legközelebb, amikor beszélgetünk, akkor már az lesz, hogy már második, harmadik, negyedik, ötödik alkalommal, és hogy lesz ebben akkor hagyomány. Csinálni egy hagyományt. Nyilván a lehetőségek keretein belül egy 2-3 versenyt. Azt se gondolom jónak, hogy ebből havonta legyen valami, mert egy kicsit elcsépelté tud válni a dolog. Hát figyelj, ha akkora igény lesz rá, adja az ég, hogy ekkora igény legyen rá. Akkor valószínűleg ezzel kell felállásba foglalkozzak, mert azért már benne van több, mint egy hónapom, és nap mint nap ezt csinálom reggeltől estig. De ha úgy alakul, én ráállok. Rátekelsz. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Örülök, hogy itt lehettem. Mi pedig akkor most egy különleges musical-lel folytatjuk, ez pedig a Sean McKay. Két hete beszéltünk, és ugye ajánlottuk itt a művelődési házban. Így van, és azóta meg is voltam. Az előadás, úgyhogy nézzük. Egy roma lány történetét mutatja be az első Gypsy Musical, amelyet 2014 áprilisában a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében mutattak be a Művészetek Palotájában. A roma sorsjátékban Sean McKay maga meséli el saját történetét, amelynek állomásai a darabban megelevenednek. A musical igaz történeten alapul. A Vajdaságban volt egy falu, ami kifejezetten magyar falu volt, tehát nem volt benne egyetlen roma sem, és a falu szélén laktak a romák hát putrikban, és bent a faluban két elég gazdag ember összevezett, két szomszéd. És az egyik úgy cseszett ki a másikkal, hogy eladta egy cigány embernek. És aztán
Szépen azt se bírta, amaz se bírta, szépen csöndben mindenki eladta, mert senki nem akart roma szomszédot, és akkor így a szép gazdag faluból roma falu lett, magyar faluból roma falu lett. Ez az alapsztori. Egyébként meg arról szól, hogy milyen tehetséges nép tulajdonképpen tényleg, hogy egyszerűen az előítéletek ellen van, hogy ne általánosítsunk, hogy a roma ilyen meg olyan, hogy a roma ilyen is tud lenni, mint ami ebben a darabban van. Tehetséges, nagyon jó zenész, nagyon jó szívű, szeretet, odaadás, stb. Ebben a darabban nagyon sok olyan zene van, amik hatalmas nagy ősi ereje van, és olyan énekesek éneklik, ami már csak az is ad valamit. Az elfogadásról is lehet benne látni dolgokat, hogy akárki, akárhonnan jött, ő belőle is igenis lehet valaki, hogyha kitart és erősen küzd az álmaiért, és nem mond, és nem hagyja magát senkinek és semminek, akkor igenis elérheti az álmait. És hát maga a produkció is egy nagy élmény. Nagyon is hozzá tehet ahhoz, hogy az emberek szemlélete egy picit megváltozon arról, hogy igenis, bárhonnan jöttünk, bárkik vagyunk, bármilyen színű a bőrünk, akkor is lehet belőlünk valaki. Szerintem ez nagyon közvetíti ez a színdarab ezt. Engem nagyon sokan lecigányoztak gyerekkoromban. És hát általában rossz előjellel, és azt én pontosan tudom, hogy milyen lehet úgy fölnőni egy fiatal kis kölyöknek, egy nyitott szemű, fekete korom, fekete szemű gyerek, aki azt se tudja, miért bántják, mire felnő, addigra hát nekem is a bicska nyílik a keze a zsebembe mindig, hogyha valami asut látok, hogy na jó. Segítsen, már pörköltet is csinálja. Ja, pörköltet, azt mondod, hogy segítettél valamit. Nem, tettél bele valami finom fűszert. Nem vagyok a rajongód. Nem akarok én címlap lenni. Na, akkor mutasd csak meg. Igaz-e, amit mondanak? Hogy szebben énekelsz, mint a nagyapád. Az megvan, hogy? Áj, lele. Ay lele, ay lele, ay lele, ay lele. Nagyon jó. Gyere, próbáljuk még egyszer. Ay lele. Gyerekkori álmom volt nekem, hogy egy igazi zenés, táncos, énekes musicalben szerepelhessek, és hát ez az első darab, amiben szerepelhetek, és a roma zenét nagyon szeretem az autentikus cigányzenét, és hát ilyen neves emberekkel, mint Harusi Marian, Papa Dimitriu, Atina, tehát nagyon, és a zenészek pedig a Romanodrom, Szakcsi Lakatos Bélátok, ez nagyon nagy nevek vannak, és nagyon örülök, hogy részes lehetek, és az, amit ad a darab, amit közvetít, azt is nagyon szeretem, és nagyon örülök, hogy benne lehetek. Nagyon-nagyon jó zene van, nagyon jó hangulatú, nagyon szereti a közönség, és azért jó, mert most már nem tudom, én már a negyedik előadást csinálom, nem kezdettől fogva vagyok benne, később kerültem bele, de nagyon-nagyon jó a visszhangja, és úgy jó dolgozni, hogy tudom, hogy hat, és szeretik, és hát én nagyon szeretem, mert a zenét nagyon szeretem, amit megy, meg az életérzést, amit ők tudnak. A Somnakai című Gypsy Musicalben a Váci Mihály Kulturális Központ színpadán többek között Papa Dimitriu, Atinát, Olá Gergőt és Falusi Mariant láthatta a közönség. Már nagyon sok programot ajánlottunk eddig is önöknek, de jöjjön most még a közeljövő néhány kínálata.
29. nemzetközi ásványbörze szeptember 5-én 10 és 18 óra között, valamint szeptember 6-án 9 és 16 óra között a Váci Mihály Kulturális Központban. A Bencsvilla programjai szeptember 8-án 18 órától Nagybányai festők kiállításának megnyitója. Közreműködik a nagyszalontai születésű színész Rák Zoltán és az Ukulele Trió. 11-én 17 órától a Móri Zsigmond Színház évad bemutató műsora, a 2015-2016-os évadról Slanger András igazgató beszél. Közreműködnek a társulat tagjai. Ízes kalandozás Nyíresfaluban, a Sóstói Múzeumfaluban szeptember 12-én 10 és 17 óra között egy nap erejéig belakják a falurészt, az Árpád-kort hozzák közel a látogatókhoz. A kor ételeivel, harci és ismeretterjesztő bemutatókkal, jurtaépítéssel várják az érdeklődőket. Szüretibánra várja az érdeklődőket az Alvégesi Népdalkör szeptember 12-én 14 órától az Alvégesi Művelődési Házba. A bál batyus jellegű, a zenét Palic István szolgáltatja. Az Állatbarát Alapítvány idén ősszel is vidám családi rendezvényre várja az állatok szerelmeseit, hiszen ismét megrendezik a már hagyománynak számító Fesztivál az Állatokért programot. Időpont szeptember 20-a, helyszín Nyíregyháza Bújtosi Városliget. A Magyar Aktivizmus Rajzművészete címmel kiállítás nyílt az Antal Lustig gyűjtemény képeiből a József András Múzeumban. A tárlaton többek között Kassák Lajos, Nemes Lampért József, Újc Béla, Dobrovics Péter és Bortnyik Sándor grafikáit láthatják az érdeklődők. Megtekinthető október 11-ig. Kedves nézők, ennyi fért a mostani Sziasztába, de ne menjenek sehová, hiszen már is jön egy hosszabb összefoglaló, mégpedig a Vidor előző napjából, ahogy azt megszokhatták már a hét többi napján is. Köszönjük, mi pedig majd várjuk Önöket. Voltak. Így van, legközelebb is viszontlátásra. Viszontlátásra.